Nem csak magyar, hanem világviszonylatban is óriási sikerrel zárult az augusztus végén Budapesten megrendezett atlétikai világbajnokság. A magyar csapatban három ferencvárosi atléta volt ott, közülük viszont csak ketten, a 4x100 méteres váltóval országos csúcsot futó Csóti Justina, illetve a gerelyhajító Herceg György tudtak eljönni a férfi focistáink Zalgiris Vilnius elleni UEFA Európa konferencialiga rájátszásának második mérkőzésére szervezett szakosztályi kitelepülésre és közönség találkozóra. Másik sprinterünk, a 400 méteren óriási magyar csúcsot futó Molnár Attila ugyanis a meccs napján éppen Kínában állt rajthoz egy rangos versenyen. Eszméletlen volt. Adott egy plusz erőt, mert hát kicsit bajlódtam a hajlítommal, de csak is arra koncentráltam, hogy futni akarok pénteken, még így, hogy előtte nap kérdéses volt az indulásom, és csak arra tudtam koncentrálni, hogy én akarok futni a magyar nézőközönség előtt, a családom előtt, a barátok előtt, tehát így ez is adott nekem plusz erőt, hogy a lábam valahogy mégis azért úgy helyre tudott jönni. Ez egy nagyon új élmény egyébként, mert még nem volt ebben részem, hogy akkor itt lehettem valamelyik meccs kezdés előtt, találkozhattam, és így rajongókkal, ha így mondhatom azt, örülök neki, tehát ezeket én úgy könnyen tudom kezelni, tényleg örülök neki, hogy akkor kértek tőlem képet, aláírás, póló aláírás, tehát nagyon jó. Nagyon nagy élmény volt számomra, ennyi magyar szurkoló előtt még sose hajítottam, és valószínűleg sose fogok. Annyira nem volt egyszerű ekkora magyar közönség előtt hajítani, ezt még gyakorolnom kell. Sajnos az utolsó hajításomnál ez meg is látszott, hogy elvesztettem a koordinációt, és nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Ezért lehetünk hálásak, ugye itt a mögöttem éppen autogramot osztogató fradi sportolóknak, hogy a Ferencvárosi Tornaklubot egy atlétikai világbajnokságon ugye hárman is képviselték. Úgyhogy próbáljuk meglovagolni még ezt a pici hullámot. Szerencsére a csapatunk is, ugye a NB1-es csapatunk is nagyon jól szerepelt az első mérkőzésen, úgyhogy így egyeztetve a szervezőkkel azt gondoltuk, hogy még ezt a hullámot meglovagolnánk, és még egy kicsit az atlétika világbajnokságnak a jegyében jönnénk, egy picit népszerűsítenénk magát a szakosztályunkat, illetve a sportágat, és egyben azért azt gondolom, hogy ennyi kijár a sportolóinknak, hogy egy picit megtapsoltatni őket, illetve hogy lehetőség legyen akár közös fotókra vagy autogramosztásra. Kazi Tamás az M4 Sport szakértőjeként szinte minden nap kint volt a Nemzeti Atlétikai Központban, sőt, amikor jött egy lehetőség, akkor kis csapatával különleges módon szurkolt a magyaroknak. A szervezőbizottság megkeresett ezzel kapcsolatosan, hogyha gondolom, akkor, hogyha esetleg bevállalom és magamra vállalom, akkor lenne lehetőség például a gyalogláson és a maraton futáson, illetve amelyiket választjuk, akár kimenni és egy ilyen külön szurkolói aktivitást intézni. 5 napon is kint voltunk, ez hajnali kelésekkel járt ráadásul. Akkor viszont nem bármilyen élőképpel vagy valamilyen poénnal készülünk, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot szeretném, hogyha képviselnénk. Úgyhogy fradi sportolók, leginkább az atlétáim, csoportom, szülők, kísérők, mindenkinél úgymond kötelező volt, akinek volt címeres, annak nyilván fradi címeres, de akinek nem, akkor zöld-fehér vagy ennek a kombinációja, ruha, öltözék, festék, bármi, ami van otthon. Úgyhogy folyamatosan kint voltunk, buzdítottuk, szorítottuk a magyarokat. Tőlük is kaptam visszajelzéseket személy szerint, hogy emlékeznek rá, hol voltunk, és nagyon hangosak voltunk, és nagyon köszönik a biztatást, úgyhogy jól esett nekik. Herceg György a VB előtti napokban nem akárkivel találkozott, az indiai Nirai Chopra-val beszélgetett egy jót, aki történetesen a szám olimpiai és most már világbajnoka is. Sok dologról beszéltünk, főleg a fiatal koráról, az U20-as korosztályban elért eredményeiről, és az olimpiáról is, és adott is néhány tanácsot, és egy nagyon kedves ember. Kicsit többen fognak atletizálni? Ez egy ilyen fantasztikus VB után? Én reménykedem benne, és számomra nagyon jó lenne, hogyha minél több gyereket tudnék ezzel motiválni. Egy napra, két napra megnéztem a fradis e-mail fiókomat, és már 5-6 e-mail érkezett konkrét megkeresésekkel, főleg 7-8-9, tehát ilyen kicsi utánpótláskorú gyermekektől, illetve a szülőktől. Úgyhogy én azt gondolom meg, ahogy látom a social médiában, egy-két edzőkolléga is teszi ki folyamatosan ezeket a kiírásokat, posztokat, hogy hozzájuk is folyamatosan érkeznek a megkeresések. Hát valahol ezt vártuk ettől a világbajnokságtól többek között.